módszer, ezt hasznos tervez négy ember. Tudás Lajos, Kálmán Csillag, Robert Gyula és Patrik Alberto. Nagyjából ezzel a sorrendben állunk. Ez egy pár szót arról, hogy hogyan indultunk neki a feladatot. Akkor lenne a rengeteg eladás, akkor ezt a rengeteg szempontot próbáltuk így megszűrni, hogy azok, amikkel mi a saját megkészítésünkkel így tudunk tervezni. És akkor ezeket mégis, mintha megszűrtük, egy néhány szempontot emeltünk először ki magunknak, és onnan tudunk tovább megfeleltetni körülményeknek a szerkezetet. És ebből az egyik legfontosabbnak tűnt nekünk, mivel minden eladáson elhangzott többször a hotpot, hogy mennyi oldalmat okoz, az energiaellátás, vagy minden elektromossággal működés, hogy ez a működésében, illetve az egész összecsomagolhatósága, a landolásnál, hogy zárázódjon szépen, hogy lesz a szerkezet. Mi elsősorban ezeket emeltük ki magunknak kérdési szempontként, illetve elindulni pedig a mozgásból indítunk el, hogy ilyen lehetőségek vannak, ilyen teret is vannak a holdon. És a kezdeti ötletelés után pedig két koncepcióval indultunk el. Az egyik egy jóval bonyolultabb szerkezet, mindegyik koncepció kerekeken alapuló mozgás volt. Az egyiknél négykerekes koncepció volt, ahol a kerekek karokból állt ki, azért mert semmit nem lesz a szárokban. Karokból állt ki a karokon állt a kerék, és ezek a karok ilyen pókmozgásszerű mozgás szabadságot kaptak volna a elgondolás szerint. Figyeltük, utaltuk ezeket a pókrobot mozgásokat, amik ma vannak, és csak egy olyan elképzelésünk volt, hogy alapvetően a kerekek lennének a dominánsak, de ugye bizonyos extrém terepviszonyokban ilyen rásegítéssel valamennyi mászás is hozzá lehet tenni a mozgásszabadsághoz. És végül elvetettük ezt a koncepciót is, és elsősorban azért, mert egyrészt túl bonyolultnak tűnt, a kulicsa motor a konzultációk során is, és ebben így megerősítést kaptam, hogy túl sok motor, túl sok hiba lehetőség lesz így a sok-sok ízülethez. Illetve, hogy túl komplex területben kezdtünk el az elég gondolkodni, inkább már is a Mars területén le akartunk megfelelni a szervezetet, így egy jóval egyszerűbb szerkezetet kezdtünk el utána továbbvinni, egy háromálló szerkezetet, ami itt látható. Ennek az egyik előnye az, hogy ez a szerkezet tudja mozgatni a magasságát abból, hogy a lábok szögét változtatja. Ez egyrészt jó ahhoz, hogy a telepen megy egy nagyobb kő, akkor azt akár maga alatt is el tudja ereszteni, hogy nagyobb ilyen hastávolságot csinál. Illetve a fotózások gondoltuk még ez, hogy hasznos lehet, hogy így ezen a terven akkor nem működik egy óriási kar, hogy körbe tudjon nézni, hanem maga a szerkezet áll fel, és akár fordul ki a rögtön a kamera beragad, és nem tud körbe fordulni. A másik, hogy ezt az egészet egy tetraéder formába ágyasztjuk bele, és akkor a kerekek lennének a napelemek, így nagyon nagy napelemterületek lennének, és az egész el van emelve a földről, tehát amikor megy, akkor a borton minél messzebb legyen, ahogy ez halad előre. A másik előnye pedig, hogy ezt a dobozt, ami hordja ezt a sok készüléket, egy viszonylag fesztávú szerkezetet építünk, és akkor ezzel kapom egy nagyobb stabilitás, hogy három keréken messze nagyon messze van, és akkor ezzel a borítósága az sokkal jobb lesz. Az irányváltoztatás és a magasságváltoztatás a három seltengely körül megforduló kerékkel történik. Amikor halad előre, akkor párhuzamos irányok a kerekek. Amikor meg akar fordulni, akkor a kerekek irányban állnak, körös irányban, és akkor helyben megfordul a
hogy járó, és utána megint beállítja a változmasan keréket, és megint megy előre. Illetve amikor magasságot változhatja, akkor a keréket meg koncentrikusan beállítja, és akkor a keréket, illetve a szájtól megbeállítja a motorokkal emelkedik fel. És a külön a kerekeken is gondolkodtam, és több koncepciót fogalmaztam meg rá. Végül amiket megtaláltuk, egy olyan módon csomagolható kerék, hogy egy spirális szerkezete van. Ezeket kutatás során tűnt fel, és tetszett meg nekünk ez a szerkezet, hogy milyen lehetőségek vannak benne. És egyrészt alkalmas a lengéscsillapításra is, mint hogy a Mars rovereknél is tippünk szerint azért használják. Illetve alkalmas arra, hogy össze lehessen csomagolni egészen kis méretbe ezt a kereket. És volt egy olyan elképzelésünk, hogy az egészet tudjuk betenni egy textillel. És hogyha ezt nem túl feszesen tegyük be, akkor a változó teret be lehet simulni, és ezáltal jobban meg tudjuk fogni a teret, mint egy olyan helyzetben, amikor még szükség lenne arra, hogy erre valamit mászni kell, akkor bele tud nehezedre simulni nekik a terepkülönbségbe. Mint a kerék közelből. Nincs el rajta felültek, hogy lehessen látni a szerkezetet. A másik, amire nagy hangsúlyt fektetünk, a csomagolhatósága, hogyan lehet ezt összecsukni, és amikor vizsgáltuk, hogy milyen más megoldások vannak így, hogyan mondja meg az összecsukhatóságot. Ott az egyik Mars rovernek a renderjéből indultunk ki, hogy ilyen ezt a tulajdonságot, hogy a tetraéder bármilyen pozícióban is érkezik meg. Ha kinyílik, akkor mindenképpen átbillen az aljára. Ezt az egész tulajdonságot mégis így megkapjuk ezzel a szervezettel már a rovernél. Ezért azon is elkezdtünk fantáziálni, hogy mi lenne, ha a rover és a lander egy lenne, és inkább a rover maga lenne egy erősebb szerkezet, ami megkapja ezeket a hatalmas lufunkat, amiben megérkezik, és ennek megfelelően elkezdtünk gondolkodni ezen, hogy akkor nem a hát akkor ez a labdás landolás az, amit mi számlánk ennek a koncepciónak. Illetve itt is szárjóban a kereknek a kinyílása láthatunk, hogy kinyílnak, elfordulnak, lejönnek a földre, kinyomja magát, és utána befordítja irányba a kereket, és akkor már kész, hogy elindul a küldetésre. Köszönjük a figyelmet! Ugye itt van egy modell, ezt most a srácok akarják. Jól látható ezen, hogy ugye egyrészt a kis szárnyacskái is, vagy ezek az oldallapok is változtathatják a szögüket, tehát elképzelhető, hogy ferde telepen vagy köveket kikerülne ez a fajta csuklózat, ami egyébként ebből a tetraéderből adódik, ez segíthet a terepmászó képességben. A fiúk elmondták, hogy meg tud azért emelkedni, lejjebb tud süllyedni. Annak függvényében egyrészt, hogy milyen terepen kell átkelnie, másrészt, hogy milyen magasról szeretne felvételt készíteni. Praktikusnak tartom, amikor összecsomagolja magát, mert itt még antenna, meg ez az amazel helyezhető a tetején, és a napelemek függetlenül ettől a kis tárnyszerű felületeken helyezkednek el. És hát elhangzott az is, hogy a kamerát nem is kell feltétlenül külön mozgatni, hanem egyrészt ez opcióként fölmerülhet, látható, hogy a kameráját azért valamennyire ki is tudja emelni, de ha fixek ezek a kamerák, a testbe van építve, már akkor is elég nagy a robot mozgási képessége, vagy jó képességei vannak arra, hogy körbeforduljon és panorámaképet készítsen. Ők ugye abból indultak ki, hogy nem biztos, hogy kell ember, tehát forgópontok, csuklópontok, motorok száma ilyen értelemben lehet, hogy csökkenthető azzal, hogy eleve egy gullából mászik ki, ugye ott mindenképpen kellenek ezek a lenyíló
szárnyak, hogy kibontakozhasson a rover, ezt ő eleve már a saját testébe építve használja. Kerekenként volt három irányú mozgatás, tehát a motor, ami hajtja, egy, ami elforgatja, és egy motor, ami becsukja. Összesen akkor 12 motoron, 3x4. Én mind a kettőt eddig, amit láttam, az bizonyos szempontból zseniálisan gondolom, csak nem látok egy feladatot megoldva, ami lehet, hogy csak nem... lehet, hogy csak átcsikkoltatok által, de lehet, hogy megoldottátok. Ahogy volt egy ilyen feladat, hogy legyen olyan nagy felület, ahova a szponzorlogókat föl lehet tenni, és amire a kamera, és így rá tud látni. Ki is vettük ezen a preziből, hogy kicsit a sietség is, hogy volt egy ilyen elképzelés, hogy egyik ebéd során beszéltünk erről, hogy, lenne egy projektor a és akkor kivetünk el egy olyasi felületre a szponzorokat, akár animálisan, és akár az egész tárlista lehet róla, vagy akár meg lehet volna egy akkora felületet is, amit tehát mi egy, ezt egy kicsit így megkerülni akartuk egy ilyen plusz ötlet bemutatásával, szóval is a díja kimaradt a sietségben. Tehát mi ezt inkább ebben az irányban kérdeztük el. Besütés a Holdon, tehát nem csak mi visszünk, veszünk ott fotókat, vagy fényképezünk, hanem mi is visszünk képeket. Ez aztán lehet akár a szponzoroknak a logója. Illetve a másik, hogy... Vagy az M1-es tényleg. Nem voltunk tisztában hogy ülésre a felületre van szükség, a megtart a felületre van szükség, tehát és tehát, hogy ezek a szárnyakra tehát egyik szárnyak, tehát csak a szponzorokat is megoldani. Illetve egy másik elgondolás, hogy a balesetről, hogy még elmondom a rendben, és akkor volt egy olyan elképzelésünk, hogy és remélt egy tojást akarok. Kitolj magából egy kis kamerát a földre, és akkor el tud menni, és akkor úgy saját magát kívülről felvenni, és ha nem nincs szükséget külön kalhatunk, azért kimegy, ezt az hát erre megy a szerint, a másik csapatnál merült föl, és ezt is úgy javasoltuk felétek, hogy, a láblenyomat, mert ott nyilván van egyfajta fizikai szükségszerűség, hogy milyen a cipőnyoma, a keréknyoma, de azért ott lehetne esetleg egy logó is abban, vagy egy bármi más. És a Holdpor erre tökéletesen alkalmas, mert ugye azt mondta valamelyik űrhajós, hogy még a célra a szálakat is látni, tehát térbeli bizonyos aláhajlás nélkül szakmai kifejezésekkel élek, logókat is tudunk plasztikusan megjeleníteni. Az aranyfok, a gyémánfok az egyik szponzoroknak is vagyunk ezt. Sokáig megmaradt, tehát garantáljuk, hogy, itt a többsége a logóknak annyi ideig megmaradt, hogy az ő cégük lehet, hogy már vége lenyészik, hogy az emberiség is több millió évig. Amennyiben oda nem megy el ember bányászni egy öveket, mert aztán nem kellene vége lesz. Ja, hát mindegy, az ilyen részletkérdés. Mindenesetre megkérdezzük a győrűszerűk, hogy az vagyis és a véleményeni felület feloldással kapcsolatban. További kérdések? Én csak annyit tennék hozzá, hogy szerintem a háromból az egyikre a naplemmel is hagyható. Azért, mert a nap dőlés szöge miatt úgyis az egyik mindig csak kihasználtság. Szerintem az egyik fel. És akkor tudjuk úgy fordítani mindig a menetirányt, hogy a nap felé nézzen a két tábla, és akkor a logó lehet volt már. Köszönjük.